Szinte mozdulni sem lehetett ma délelőtt a gimnáziumban, annál a teremnél, ahol a finomabbnál finomabb süteményeket árulták. A legtöbben 3-4 szelet édességet vásároltak, de voltak, akik egy egész tálcával vettek. Az akció az Idesüs Süti nevet viseli, és jótékony célt szolgál. Az iskola nagyon fontosnak tartja ezt, több ilyen programot is szoktunk szervezni, ilyen például ez a sütinap, de az öltözpirosban napban is mindig részt veszünk, és általában ezt az összeget a Szemenfény Alapítványnak szoktuk felajánlani. Ez egy hospice ház, és őket támogatjuk ezzel. A jótékony akcióban minden osztály részt vett. A legtöbben túlteljesítették a kért mennyiséget, és jóval több sütivel érkeztek. Igazából egy tálca süteményt kellett volna hozni minden osztálynak, és mi osztályunk egyből 2-3-at sütött, mert hogy annyira szerettünk volna így segíteni. A sütemények szelete 50 forintba került. Az eladásnál a kisgimisek is segítettek, hiszen jól tudják, milyen fontos célt szolgál az akció. Az új 5-es, illetve 9-es diákoknál jártak a diák önkormányzat képviselői, és elmondták, hogy miről szól az a nap. A ő általuk megvásárolt süteménynek az árát mégis milyen célra fordítjuk. Általában ilyen 50 és 100 forint között szokott összegyűlni az ilyen jótékonysági napok alkalmával, és ezt mind elutaljuk az alapítványnak. A gimnázium minden olyan kezdeményezés mellé odaáll, amellyel támogathatják a rákos beteg gyerekek ápolását, gyógyulását.